Ma délelőtt a csókai önkormányzatban aláírásra került a tájékoztatás támogató szerződés az önkormányzat és a Pannon RTV között. Médiaházunkat Bodzsony István igazgató képviselte. Az információim szerint két településen, Csókán és Padén kábelhálózaton keresztül nézhető a Pannon televízió műsora. A többi helyen pedig digitális antennával a földi rendszerben fogható a Pannon. Nyilván szükség van egy komolyabb tájékoztatásra, hogy a lakosok tudják, hogy milyen műszaki feltételek mellett fogható a Pannon televízió műsora. A Csókai Max Rádió 8. éve, hogy a községben élők nyelvén sugározza műsorát. Mi smo se trudili u zadnjih 8 godina, ne samo što smo ne samo ove godine i što ćemo se truditi u narednom periodu da informišemo građane Čoke o aktivnostima lokalne samouprave i da to bude objektivno i tačno informisanje, ali i da kritikujemo one pojave za koje smatramo da bi trebalo da se promene i da se utiče više na njih kako bi građani živjeli bolje. Mivel az objektív tájékoztatásra a polgároknak nagy szükségük van, az önkormányzat ajtaja mindig nyitva áll a média előtt. Ove medijske kuće koje se danas nalaze u ovoj kancelariji, a to su Radio Max i Pannon TV, doprinose zaista jednom blagovremenom i pravom informisanju građana opštine Čoka, svih građana opštine Čoka o svim dešavanjima iz lokalne samouprave. I ovi ugovori koji su danas potpisani su samo nastavak dobre saradnje koje će se nastaviti i u narednim godinama. Több nyelvű közösségről lévén szó Csóka községnek alapvető érdeke, hogy polgárai saját anyanyelvükön naprakész tájékoztatást kapjanak az önkormányzat működéséről és a községben zajló eseményekről, hangzott el a szerződések aláírásán.